Köszöntöm kedves nézőinket. Ez már a Pécs TV sportműsora. Mai vendégem két olyan ember, akik egy olyan sportágat képviselnek, ami feltörekvőben van a pécsi sportéletet illetően. Egyik vendégem Marton Gabriella, a PTE Peac röplabda csapatának csapatkapitánya, illetve itt ül még Gyöngyösi Zoltán, egy vezetőségi tag is. Köszöntelek titeket a stúdióban, köszi, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagy örömmel fogadtuk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Előzetesen mit érdemes arról tudni, hogy nagyjából mennyien követik ezt a sportágat Pécsen? Hát egyre többen űzik, főleg a lányok között, fiúvonalon kicsit nehezebben érkeznek a, a, gyerekek, de női vonalon nagyon sok játékos érkezik. Szinte napról napra kapok telefonhívásokat anyukáktól, hogy szeretnék, hogy sportoljon a gyerek, és ez a sportág nagyon megtetszett nekik. Úgyhogy most már a röplabda szakosztályban a fiúk, lányok együtt 200 fő versenyzőnk van, és 11 csapatot versenyeztetünk. A női csapatunk az NB1-ben szerepel, Alatta öt utánpótláskorosztályunk van, a férfi csapatunk pedig MB2-ben és négy utánpótláskorosztály van alatta. Hogy találkoztatok ti a sportággal? Én még általános iskolában találkoztam először öröplabdával. Én sümegi vagyok, és ott találkoztam. Igazából a testvéreim miatt kezdtem el űzni ezt a sportot, és utána gimnáziumba szombathelyre mentem, és ott is játszottam, és most kerültem ide Pécsre. Hát jó magam, általános iskolában a testnevelő tanáromon keresztül kezdtem röplabdázni, aztán végigjártam a, az utat, mert először voltam iskolai játékos, aztán egyesületi játékos, aztán lettem edző, sportvezető, tehát végig kísérje az eddigi életemet a röplabda. Miért kerültél a Pécsre? Ö, igazából még most ugye van egy ilyen együttműködés a Kaposvári Röplabda Akadémia és a Pécsi... Ö, egyesület között, és engem a Kaposvártól keresett meg Orosz Ferenc, és hát igazából nagyon megtetszett ez az ajánlat, hogy ugye így tudok Pécsen játszani és egyben tanulni is, mivel én ugye most kezdtem az egyetemet, és ez egy nagyon jó ajánl, és hát nagyon jó lehetőségnek tartottam, hogy egyszerre tudom folytatni a sportot, így, és mellette a tanulás is, ami nekem nagyon fontos. Nemrég űzik itt Pécsen a legmagasabb szinten ezt a sportágat, de hogy látjátok a köztudatban ez jelenleg mennyire van benne? Vannak szurkolók? Az a helyzet, hogy a MB2-esek voltak a lányok tavaly még, és akkor is elég szép számmal érkeztek szurkolók nagyon reménykedtünk benne, hogy most az MB 1 es csapat az még jobban megmozdítja őket, illetve hát a saját utánpótlásunk és annak is a hold udvara már elég nagy, csak hát sajnos a Covid helyzet miatt ugye zárt kapus mérkőzések vannak, tehát igazából nem tudjuk most fölmérni, hogy hányan jönnének ki, hát reméljük, hogy minél hamarabb lesz rá lehetőség, hogy élőben is nézzék a meccseket. Mennyivel más így játszani, hogy egyáltalán nincsenek nézők? Hát az eleinte nagyon fura voltam úgy, hogy így tényleg így semmi külső inger nem ért minket, de már, már, igazából megszoktam, hogy így csak így magunk vagyunk, és igazából egy kicsit jobb is szerintem, mert így, így saját magunkra vagyunk utalva, hogy mi adjuk az alaphangulatot, tehát vannak jó oldala is. Eltörlődnek így a hazai és idegenbeli pálya előnyei, hátrányai? Hát én azt gondolom, hogy teljesen nem. Nyilván az utazás az azért a szervezetre valamilyen hatást gyakorol. A röplabdázás kimondottan egy olyan sportág, ahol a dinamika, ami nagyon fontos, és azért főleg idősebb játékosoknál, most nálunk ugye a női csapatban fiatal játékosok vannak, ott még nincs annyira hatása annak, hogy most ők utaztak egyet, azért idősebb játékosoknál lehet a dinamikából veszteni, vagy kicsit az ugrómagasságból, hogyha hosszú utazás van, nyilván hát a szurkoló tábor az, az nincs jelen, de ugyanakkor a teremnek is azért a, a tulajdonságai, ez egy precíziós sportág, itt nagyon, nagyon pontosan kell Játszani, hiszen nincs arra lehetőség, hogy aztán birtokba vegye vele ki a labdát és igazítson rajta. Úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha mindig kapáslövést kéne csinálni mondjuk labdarúgásban, és azért a, a, a teremnek a tulajdonságai, a méretei azok, azok meghatározóak, tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy teljesen nem törlődik el. Hogyha visszakanyarodunk egy kicsit az alapokhoz, akkor vezetőként, illetve játékosként, hogy látjátok, milyen adottságok kell ennek ahhoz, hogy valaki egy jó játékos lehessen Hát nagyon hasonló tulajdonságok kellenek, mint a többi játékhoz nyilván. Tehát kell egy labda nélküli és labdás koordinációba is ügyesnek kell lenni, tehát ügyességi sportág. A röplabda az kimondottan az, egy kicsit hasonlít a víváshoz is, tehát koncentrációs sportág, az egyik őse a tenisz, nagyon hasonlít a teniszhez, ugyan nálunk az eredményszámítás is hasonló, ugye egy-egy szettet kell megnyerni, aztán újra nullázódik az eredmény. Teniszben is előfordul, hogy valaki nyer 6-0-ra, és a következő szettbe kikap mondjuk 6-3-ra. Nálunk is így van, lehet, hogy valaki fölé fölésnyesen nyer egy szettet, és a következő szettben pedig esetleg kikap. Ez azért van, mert hogyha, ha nem elég precíz, vagy önbizalmát elveszti, nem meri fölvállalni a nyerő ütéseket, hanem nem akar hibázni, akkor viszont az ellenfél visszatámad. Tehát itt azt gondolom, hogy hogy a fizikai tulajdonságok mellett egy egy ö, elég speciális pszichés képességrendszer is kell ahhoz, hogy ez valaki eredményes legyen. Ja, te egy speciális eset is vagy ilyen szempontból, hiszen csapatkapitány vagy, ahhoz meg megint csak másmilyen adottságok kellenek. Ehhez mi kell? Hát igazából én azután lettem itt most csapatkapitány, hogy az egyik játékosunk sajnos betegség miatt. El kellett, és hát pihenőre kellett mennie, és ezért jelölt ki engem Horváth Alexandra a csapat vezető edzője, csapatkapitányja, és ez nekem igazából nagyon jó érzés volt, mert, mint említettem, én most kerültem ide, és ez egyfajta bizalom volt irántam is. Tehát egy csapatkapitány szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy így a többiek is bízzanak benne és hogy tényleg, hogy így tudja biztatni a többieket, és a kommunikáció egy nagyon fontos tényező szerintem így csapatkapitány szempontjából. Illetve, hogy egy vezér egyéniség legyen, hogy az sem elhanyagolható. Mit gondoltok, hogyha egy fiatal játékos el szeretne kezdeni röplabdázni, akkor mikor mondják rá azt, hogy ez egy neked való sport, és van -e esetleg olyan tényező, amire azt mondják, hogy hát inkább választ egy másik sportágat? Nyilvánvaló, hogyha ha a labdás ügyessége nincs meg egy kisgyereknek, ez ugye kiskorba lehet fejleszteni, akkor ebbe a sportákba azért nagyon nehéz előrelépni. Ez sok tekintetben kicsit nehezebb sportág az, alap, az alapjait nézve, mint a többi, mert itt ugye szerkesztett mozgásformák vannak. Tehát nem olyan természetes mozgás az alapja, futás, ugrás, dobás, mint mondjuk egy kézilabdának. Tehát kell egy-két év, amire az alapérintéseket egy, egy kisgyerek stabilan elsajátítja, és igazából onnantól viszont már nagyon élvezhető a, a, játék. az elején azért kell egy kis kitartás ehhez. Van, amelyik gyerek hamar ez van, aki kevésbé. Azt gondolom reménytelen eset nincs. A kérdés az nyilván, hogy milyen színvonalra tud eljutni. De egyébként itt Pécset nekünk a, a Peacban a, a hitvallásunk, az elképzelésünk az, hogy mi színvonalas amatőrsportot csinálunk. Tehát a tanulás és a sportot, vagy a munkát és a sportot mi párhuzamosan képzeljük el. Ez azt jelenti, hogy nem profi játékosokat nevelünk. Van olyan játékosunk férfi vonalon, mert korábban a férfiakkal voltunk el egyébként első osztályban és a nőkkel másodosztályban, ez most megcserélődött. Tehát van olyan játékosunk, aki magyar bajnoki ezüstére még is vitte, mert elkerült Budapestre, és ott komolyabban elkezdett röplabdázni. Úgy gondolom, hogy az alapokat próbáljuk nagyon precízen jól megadni, hogyha valakinek van ilyen ambíciója, akkor akár profi karriert is befuthasson, de itt nálunk az Egyesületben nem ez a cél, Nálunk az a cél, mi például senkit nem küldünk el, nálunk mindenkiről labdázhat, nincs ilyen jellegű kiválasztás. Aztán van, ahol sok lány van, ahol már AB csapatot is üzemeltetünk ugyanabban a korosztályban. Vannak olyanok, kifejezetten olyan szándékkal jönnek, hogy nem akarnak minden nap edzeni, nem akarnak már augusztus elejétől edzeni, mert még a család nyaral, zeneiskolába is jár a gyerek, és akkor mi lesz, ha ütközik a kettő. Mi ebben nyitottak vagyunk, aztán azt veszük észre, hogy akinek van hozzáérzéke, megszereti, az meg egyre több edzésre akar már jönni. Úgyhogy most már vannak olyan korosztályaink, ahol el tudtunk oda jutni, hogy, hogy minden nap edzenek. De az alapvető célunk az, hogy hogy tanuljanak is a gyerekek a sport mellett, legyen meg az alapjuk és aztán később eldöntik, hogy mennyit akarnak beletenni, hogy akarnak-e profi karriert, van-e hozzá a tehetségük, vagy pedig megmaradnak egy amatőr, de azért színvonalas sportnál. Tehát ez azért nem egy házkörüli bajnokság, ahol mi indulunk, országos bajnokságba indulunk az összes csapatunkkal, első osztálytól a harmadosztályig, és a gyerekeknek megvan a lehetőség, hogy színvonalasan és versenyszerűen sportoljanak, de nem feltétlenül profi sportolóvá kell nekik válni. Említetted, hogy van egy korosztály, amikor még mindenképpen fejlődő képes valaki, akinek van hozzá érzéke, de mi van akkor, hogyha valaki később szeretné ezt elkezdeni? Lehet húzni egy ilyen határt korosztályban, aki már bizonyos kor fölött nem, nem lesz valószínűleg olyan szinten? Hát a kérdés az, hogy milyen az az olyan. Tehát az olyan szint, valamilyen szintre mindenki el tud jutni nyilván. Azt szoktuk mondani, hogy a röplabdázást azt igazából nem kell nagyon korán elkezdeni. Pont azért, amit említettem, hogy ezek nem természetes mozgásformán alapszik meg a jellegénél fogva olyan, hogy én személy szerint se preferálom azt, hogy nagyon korai életkorba elkezdjék. Van persze mini röplabda, meg manó meg már elkezdik, meg ovodába, lufival is már lehet röplabdázni, de igazából sokkal fontosabb az, hogy jó koordinációs alapokat kapjon egy gyerek. Ha negyedik, ötödik osztályba elkezd valaki röplabdázni, az teljesen ideális, de egyébként nagyon sok olyan játékosunk van, aki úgy mondjuk oldalágról iskoláztuk be, három általános és három középiskolával dolgozunk együtt, és középiskolából is nagyon sok gyereket oldalágról beiskolázunk, ügyes. Általában az a, a, az alapvető fontosságú, hogy ne a semmiből jöjjön. Tehát ha valamilyen sport tevékenység van mögötte, akkor ugye tudja, hogy mi az edzésre járni, kötelezettség, fegyelem, akkor nagyon hamar be tudjuk integrálni. Úgyhogy ez nem probléma, sőt, hát sok játékos az egyetemre érkezik, és úgy kerül hozzánk. Én azt gondolom, hogy egy három-négy év azért még kell utánpótlás hogy esetleg utolérje a lemaradásait, hogy mire felnőtt lesz, addigra felnőtt szinten, akkor ő tényleg tudjon tovább versenyezni. Mindkettőtöknek címezném a következő kérdés, hiszen más-más a nézőpont. Mennyire adottak a körülmények ehhez a sportvégzéshez Pécsen jelenleg? Gondolok itt akár a termekre, az eszközökre. Hát most így sajnos a vírus helyzettel kapcsolatban így terem kérdésben elég rossz a helyzet szerintem, de mindent megtesz az Egyesület annak érdekében, hogy tudjunk edzeni heti négyet a felnőtt csapattal, én csak arról tudok nyilatkozni. A felszerelés az szerintem teljesen megfelelő, tehát semmiben nem szenvedünk hiányt. Hát, ott csatlakoznék be, hogy Pécsett a teremkapacitás az szűk, ezt, ezt mindenki tudja, aki teremsportákba szerepel, állandó küzdelem, harc megy a termekért. Ebből adódik az is, hogy Pécsett hagyományosan úgy alakult ki, hogy másfél órás edzések vannak, tehát hogy jöjhessen a következő csapat, a következő csapat. Ez nem ideális, azért egy és háromnegyed óra, vagy helyenként két órás edzések jó lennének, de azt csak egymásra várására tudnák a sportágok megtenni, tehát ilyen szempontból nem érzem ideálisnak. Viszont, hogyha most országos viszonylatban nézem, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Nagyon-nagyon sok egyesület úgy járt, hogy egyáltalán nem tud edzeni, akik iskolai termekben voltak, és lezárták ugye az iskolai termeket. Miután mi nagyon sok egyetemi sportlétesítményt használunk, ezért mi ott tudunk készülni, illetve a Kodály gimnáziumban is, mert az iskola épülettől egy különálló csarnok van, és ezért azt nem kellett bezárni. Úgyhogy ha azt mondom, hogy a nem ideális, de országos viszonylatban viszont nagyon jó helyzetben vagyunk most. Az ország többi részét tekintve, hogy állnak a csapatok, mennyit számolunk egyáltalán, kiket nevezhetünk profi egyesületeknek? Hát most a, női vonal az nagyon felerősödött az utóbbi évtizedben, tehát ott azt gondolom, hogy az extraligás csapatok között már több olyan van, aki nemzetközi szinten is komolyan tud produkálni, Ugye az 8 csapatos bajnokság alatt, most 7 csapatos az MB1, és az alatt pedig az MB2-es bajnokság több csoportból áll. Megye bajnokság az egy-két megyébe van, tehát az ritka, ritkább. Viszont hát egyre nagyobb fejlődés mutatkozik, ami azt mutatja, hogy annyi utánpótlás játékos van, hogy bizonyos korosztályokban, ugye már az országos bajnokságban már ugye harmadosztály is van, tehát egyszerűen annyi csapat van, hogy hogy muszáj harmadosztályig lemenni. Van egyébként olyan törekvés, hogy el akarnak egy kicsit régiós központok, régiós bajnokságok fele is mozdulni, de a sportág most egy ilyen fejlődési pályán van, és hát lépcsőket nem lehet átugrani, tehát évről évre alakítgatják és fejlesztik. Az ország egészét, illetve a városra lebontva is kérdezném, hogy a női vagy a férfi ága népszerűbb? Hmm. Hát én a nőit mondanám, mert szerintem az így nézni is szerintem sokkal élvezhetőbb, de nyilván, vagyis a természetesen a férfi röplabda is ugyanolyan népszerű, vagyis hát szerintem a fiúk inkább a labdarúgást választják, tehát kevesebben döntenek egy röplabda, vagy pedig kézilabda mellett, szóval szerintem a női nőjág egy kicsit népszerűbb. Ha világviszonylatban nézzük, akkor azért Magyarország egy kicsit kilóg, de szerencsére fejlődünk. A világviszonylatban ez az egyik legnépszerűbb sporták. Tehát egyszer annyira sokan játszák Magyarországon, ezt nehéz elképzelni. Tehát azt mondom, hogy volt olyan olimpia, ahol ugye strandröplabdázás, olimpiai sportág, a teremröplabdázás is. Még egy ilyen sportág nincs egyelőre, most a kosárlabda lesz majd ugye a B33-mal. Tehát ahol mondjuk a strandröplabdára is kétszer annyi jegyet adtak el, mint mondjuk kézilabdára. Tehát, és sokkal többet, mint kosárlabdára. És akkor még a teremröplabdáról nem beszéltem, amire még többet. Tehát világviszonylatban nagyon-nagyon népszerű sportág, de azért megfigyelhető, hogy ez annak is köszönhető, hogy itt nincsen nagy differencia a női meg a férfi szakák között. A többi sportágban általában férfiak sokkal többen csinálják, a férfi versenyek sokkal nézettebbek, sokkal több pénz mozog benne, a röplabdában ez kiegyenlített. Tehát a női vonal is nagyon erős, valószínűleg sportág jellege miatt. Ugye nagyon szeretik az anyukák, hogy óvni a kislányokat, hogy nincs az a test, test elleni küzdelem, egy szép sportágnak gondolják, hogy, hogy nincs háborúzás ugye az ellenfelek között ilyen módon. Itt a dinamika, meg, a, meg az erőszak az inkább a labdára irányul, és nem egymásra. Országos szinten teljesen egyértelmű, hogy jóval népszerűbb a női szakák, tehát sokkal több a versenyző, és a női vonal az nemzetközi szinten is jóval előrébb jár, mint a férfi vonal. Talán ez egy kicsit annak is betudható, hogyha elmegyünk a klasszikus üdülőhelyekre, tengerpartokra, akkor ott föl vannak húzva már pályák, ez ugye Magyarországon egy fokkal nehezebb, hiszen nincs tengerpartunk. Pont az ilyen alkalmakkor szoktak elhangzani azok a sztereotípiák, hogy ó, hát ez milyen egyszerű sport, vagy pont az ellentétje, hogy ó, hát ez mennyire összetett és nehéz, melyik inkább? Hát szerintem egyszerűnek nem mondanám ezt a sportot, mert azért nem olyan könnyűek a technikai elemek, de az alapérintések szempontjából szerintem abszolút bárki játszhatja. Tehát, hogy így tényleg, ahogy. Említetted, így egy családi nyaralásnál, hogy elmegyünk a tengerpartra, és ott egy röplabda háló, akkor oda megyünk és játszunk. Szerintem ez egy nagyon jó sportág ahhoz, hogy így együtt legyen a család, és így kigapcsolódjanak, és ahhoz nem feltétlenül szükséges, hogy így olyan technikai elemeket tudjanak. Nagyon nagy előnye egyébként, hogy koedukáltan is jól lehet játszani, tehát azért egy kézilabdát fiúk, lányokkal együtt az úgy nehezebb elképzelni. Itt ugye mi, hogy háló választja az ellenfeleket, tehát nagyon sok a mixtorna, nagyon népszerűek, ahol fiúk, lányok vegyesen játszanak, ugyanúgy strandon családok is tudják ezt nagyon jól együtt játszani. Hogy mennyire nehéz vagy bonyolult, nyilván ez, ez szubjektív dolog. Van, aki nehezebben érez rá ezekre az alapérintésekre, de amatőrtornán vagy egy, vagy egy baráti társaságban nem kell olyan szigorúan venni ugye a szabályokat, az érintéseket. Mert itt a kardinális az, hogy a szabály úgy szól, hogy elpattanónak kell lenni az érintésnek. Na most ez nem mindig sikerül ugye amatőröknél, vagy pedig nagyon elpattan a labda, de hogyha nem olyan szigorúan vesszük szabadidősportba sportba szabályokat, akkor nagyon jól alkalmazható, és egyébként nem csak homokba játszák, meg terembe, hanem füvön is játszák, vízbe, derékigőri vízbe a Balaton, nem kell ehhez tenger, a Balaton is egy nagyon jó helyszín, de egyébként ha a versenysport jellegét nézzük a Strandröp labdának, akkor azt tudni kell, hogy már messze túlnőtt azon, hogy most olyan helyeken játszák csak, ahol jó idő van, tehát mondok én olyan norvég párost, aki világranglista élén van. Tehát ez gyakorlatilag egy kicsit olyan lett, mint a tenisz, hogy, hogy a, a profi párosok utaznak a világba körbe-körbe, versenyről versenyre. Ha laikusként valaki először ül a tévé elé, röplabda mérkőzést nézni, akkor mennyire követhetőek a szabályok? Hát ezt mi azért tudjuk nehezen megmondani, mert nem vagyunk laikusak de én tanítom is a röplabdát egyetemen testnevelő tanároknak, és aki azért még nem találkozott vele soha életében, mert van ilyen, aki úgy jut el az egyetemig, bár egyre ritkább, akkor eleinte egy kicsit nehézségei szoktak adódni, hogy a pontos szabályokat megismerje, de igazából a, a, az alapszabály az nem olyan nehéz. Tehát még egyszer visszautalok arra, hogy a tenisz az egyik őse, tehát gyakorlatilag nem olyan nehéz, hogyha úgy lehet elképzelni, hogy a saját térfelünk az a kapunk, és azon belül nem eshet le a labda. Tehát nekünk azt kell védeni. Ha azon belül esik, akkor az ellenféli a pont, hogyha meg kívül, akkor a miénk. Illetve hát van egy olyan szabály, hogyha bármelyik kapusról, mert nálunk hat kapus van, ha bármelyik kapusról pattan ki, akkor az viszont szintén az ellenfélnek a pontja. És akkor ezen felül persze millió és egy ö, apró szabály van, főleg itt a helytartási forgásszabály ki, hova mehet, hova nem mehet, mit csinálhat. Az szép lassan ö, meg lehet tanulni, hogyha valaki nézi a mérkőzéseket. Szintén a laikusokról tennék föl egy kérdést, hogy él két sztereotípia, egy állandó kérdés. Az egyik az, hogy miért néznek ki el jól a röplabdás lányok, ezt szerintem most egy kicsit tegyük is félre és kezeljük helyén. A másik pedig az, hogy egy játékos miért van rendszerint más színű mezben. Miért? Ö, hát a, ez a játékos a libero, liberónak hívják, és őt egy védekezés specialistának nem hívják, igazából, vagy nevezik. És... Ö, Általában ez a személy egy alacsony termetű, tehát azért a röplabdában előny, hogy, előny, hogy magas vagy. És ő csak a hátsó sorban szokott védekezni, és a magas centereket szokták leváltani, akik általában mivel a magasságukból adódóan így egy kicsit lassabban mozognak, vagy pedig nem olyan stabil nekik a védekezési. Technikájuk. A technikájuk, igen. Igen, hát azt tudni kell, hogy a sportág, ahogy fejlődött, egyébként mindig a védekezést próbálják erősíteni mert bizonyos időszakok jutott oda a sporták, hogy gyakorlatilag bejátszás, feladás boom, gól, és nem volt labdamenet. Tehát próbálják azt, hogy azért legyen hosszabb labdamenet, és mindig minden szabályváltozás az irányba mutat, hogy egy kicsit a védekezés segítsük. És hogy a Gabi nagyon helyesen mondta, ugye elsősorban azért találták ki a liberót, hogy az, akik elsősorban magas középjátékosok hátulra kerülnek, őket lehessen cserélni, mert azt nagyon nehéz megcsinálni, hogy valaki elől is nagyon jól játszik, magasnak kell lenni, különösen a középjátékosnak, az viszont hátul hátrányt jelent. És ezért találták ki a liberót. Azért kell neki más színű mezbe lenni, mert más szabályok vonatkoznak rá, tehát a játékvezetőnek tisztába kell lenni vele, ugye, hogy ki a liberó játékos. Térjünk is vissza talán a csapat jelenlegi teljesítményére. Hogy értékelitek eddig a szezont, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi helyezéssel, eredményekkel? Hát jelenleg a hatodik helyen állunk. Szerintem ez így, úgy, hogy most kezdtük az MB 1 et ez egy elég jó teljesítménynek gondolom. Természetesen van még hova fejlődnünk, és minden edzésen erre törekszünk, és ez is az egyik célunk, hogy minél többet fejlődjünk, és minél előbbrébb jussunk a ranglistán. Hát ismét említeném ezt a vírushelyzetet, mivel sajnos ennek okán több játékosunk is kiesett így szezon közben, Valakik, valaki még nem is tudott visszatérni, de már egyre jobban vissza tudnak csatlakozni a többiek is, és így azért nehéz volt, valakinek posztot is kellett váltania, tehát próbáljuk megoldani ezt a helyzetet, de szerintem alapjáraton egész jól. Mennyire szólt ez az időszak a túlélésről ilyen szempontból, hogy hiányoztak játékosok, mennyire befolyásolja a meccsek lebonyolítását? Ö erre is mindjárt válaszok, hadd térjek vissza oda, hogy hogy áll a csapat. Én azt gondolom, hogy a vezetőség teljesen tisztában volt vele, hiszen tavaly ez a csapat a MB2 középmezőnyébe tartozott. Akkor a kaposváriaktól, akik azért az Extra egy meghatározó csapat jött egy olyan ö, megkeresés, hogy szeretnék, hogy azért a fiatal játékosaik játék lehetőséget kapjanak MB1-ben, mert náluk még nem elég erősek, és hogy egy ilyen kvázi együttműködés fiók csapat ö, keretébe belemegyünk-e. Mi belementünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Ez egy nagyon új csapat, sok új játékossal, új vezetőedzővel, ezért a Covid helyzet minket egy kicsit jobban megvisel, mint egy olyan csapatot, aki már évek óta együtt van és összeszoktak. Ezek a hiányzások, a döcög a program, ez ránk ilyen szempontból jobban hat, de teljesen reális az, hogy most a hét csapatból pillanatilag hatodikak vagyunk. Az első évnek nem is lehet más a célkitűzése, mint hogy bent maradjunk és fejlődjön a csapat. Mennyire szólt ez a szezon a túlélésről olyan szempontból, hogy betegség miatt valószínűleg kiestek játékosok, át kellett variálni a meccsnaptárat. Milyen így ez a szezon lebonyolítás? Én azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon szabad foglalkozni. Egyrészt ez mindenki sújt. Tehát valamilyen szinten egyenlőség van. Persze egy adott meccsen lehet, hogy pont nincs egyenlőség, de hosszabb távon, és sajnos ez most már hosszabb táv, ez kiegyenlítődik, hol az egyik csapatból hiányoznak, hol a másik csapatból. Én annak vagyok a híve, hogy mindig arra kell koncentrálni, amiben mi tudunk tenni. Ami rajtunk kívül álló dolog, azzal hiába foglalkozunk. Tehát mindig azoknak a játékosoknak, akik rendelkezésre állnak, akár edzésen, mérkőzésen, azoknak kell a legtöbbet hozzátenni, amit csak tudnak. És hát azért mindenki reménykedik, hogy lassan ezen a helyzeten túljutunk, és akkor a következő szezon az már majd egy értékmérő lesz, hogy hol tartunk. Az edzéseket milyen volt így átélni? gondolom volt olyan, hogy azért megcsappant rendesen a létszám. Ö, igen, sajnos volt, volt olyan, hogy kevesebben tudtunk részt venni jóval, mint adott esetben az egész csapat létszám, de szerencsére az utánpótlásban nagyon tehetséges játékosok vannak, és így az... A, a, <laughs> bocsánat... Szóval onnan az utánpótlás korosztályból szoktak jönni lányok, és így zöggenőmentesen tudjuk folytatni szerencsére a munkát, és ennek nagyon örülök, mert így ö, náluk is ö, ez személy szerint én úgy gondolom, hogy ö, egy fiatal játékos, hogyha egy felnőtt csapat edzésére elmegy, az neki egy nagyon jó érzés, tehát hogy így tudja, hogy valamerre halad, és ez szerintem egy nagyon jó cél is, hogy akkor én mégiscsak küzdök, hogy ide be, bekerülhessek. Mekkora létszámmal egészséges egy edzés két csapatnyi játékos, elég hozzá? Elég, sőt én azt szoktam mondani, amikor akár ilyen oknál fogva kevesen vagyunk, hogy akkor is lehet edzeni, tehát nagyon jó lehet edzeni páron is, akkor egyéni fejlesztést kapnak a játékosok. Nyilván a komplex gyakorlatokhoz a szerencsés, hogyha kétszer hat fő, a 12 fő megvan. Aztán van, hogy sokkal többen edzünk, ha mondjuk két pálya rendelkezésre áll, akkor, akkor megint csak tovább osztott, még többen lehetünk, mert, mert lehet jól dolgozni. Minden helyzetre van valami megoldás, adott körülményekből kell kihozni a maximumot, és amit a Gabi mondott, hadd erősítsen meg, mert az U19-es csapatnak én vagyok személy szerint az edzője, hogy nagyon örülnek a lányok, amikor besegíthetnek, fölmehetnek edzésre a felnőttekhez, vagy bekerülnek egyszer-egyszer a meccs keretbe, és mint minden amatőr csapat, mi is úgy vagyunk, hogy mi nem úgy vagyunk, hogy kiesnek játékosok, akkor körülnézünk a piacon, és majd igazolunk valakit, hanem a saját utánpótláshoz nyúlunk, és azt mondjuk, hogy akkor tessék itt a lehetőség, segítsetek föl a felnőtt keretben meccseken mennyire szól bele az utánpótlás jelenleg a Pehac csapatába? Szerintem egyre jobban. Tehát most fölkerültek azért már egy-két olyan játékos, aki csereként pályára került, és, és úgy gondolom tudott élni a lehetősége. Nem, én vagyok persze a vezetőedző, ő, most nincs itt a horvát Alexandra, de beszélgettem vele, és ő is meg volt elégedve. Tehát amennyit egy utánpótlás játékosnak hozzá kell tenni egy ilyen helyzetben, hozzá tudott tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években egyre inkább lehet majd rájuk számítani. És akkor végezetül egy kis elemzést még kérlek, ejtsünk meg a, a bajnokság egészét illetően, hogy mekkora a különbség a csapatok között. Ez viszonylag egy egységes bajnokság, vagy azért az erőviszonyok jelentősen eltérnek a csapatok között? Hát szerintem azért nagyjából egységes, de például van a Székesfehérvári csapatot, egy kicsit erőfölényben vannak, mivel náluk vannak külföldi, külföldi igazolt játékosok is, és azért egy teljesen más játékot játszanak. Tehát ők gyorsabban, gyorsabb játékot játszanak, míg egy kicsit azért még lassabbat. De próbáljuk felvenni a ritmust. Ez általában úgy néz ki, hogy az az egy-két csapat, aki ugye szeretne szintet lépni, tehát az NB egyből az extra ligába fölkerülni, ahol már profi csapatok vannak. Ők azért jóval erősebbek, ahogy a Gabi említette, légióst is foglalkoztatnak, többet edzenek, főállású edzővel, stb. Tehát ott azért egy-egy mérkőzésen azért jelentős erőkülönbség érezhető, de a többi csapattal úgy gondolom föl lehet venni a versenyt. Mennyi van még vissza a szezonból, és mik az elvárások a hátralévő mérkőzésekre? Hát most ugye alapszakasz végéhez közeledünk, és akkor lesz még egy rájátszás is. Nem tudjuk, hogy most a Covid helyzet miatt esetleg lesz-e valami átszervezés, mert a fiú vonalon elég jelentős átszervezések voltak. Az elvárás, ahogy említettem, az, hogy bent maradjon a csapat, és nem is az eredmény miatt, hanem azért, hogy jövőre még tovább tudjunk fejlődni, hiszen azért az mb 1 be játszani, az edzések mellett nagyon fontos, ugye, hogy milyen mérkőzéseket játszik valaki a fejlődéshez, ez nagyon megtisztelő, Szerintem ez megugorható ez a, ez a dolog, és aztán jövőre majd új célokat fogunk kitűzni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha korábbi tartalmainkat visszanéznék, akkor ezt a közösségi felületeinken megtehetik. Viszontlátásra!